Üdvözöllek benneteket! Folytatjuk videósorozatunkat, melyben az évvégi záróvizsgára készülünk. Aktuális feladatunkban az idő mérésével kapcsolatos feladatot gyakorlunk. Amikor 2015. szeptember 1-én elindultak az iskolába, az egy-egy tagozat tanulói elültettek egy 80 cm magas fenyőfát az iskola udvarban. A fenyő minden 5 hónapban megközelítőleg 12 cm-t nő. Mekkora lesz majd a fenyő magassága 2020. szeptember 1-én, amikor ezek a tanulók a 6. osztályba indulnak. Tehát a mi feladatunk a fenyő magasságát kiszámolni 2020. szeptember 1-én. Nézzük, értelmezzük a feladatot, és írjuk ki azokat az adatokat, amelyek fontosak számunkra. A kezdő időpont 2015. szeptember 1-e, a végső időpont 2020. szeptember 1-e, a fenyő, amit az elsősök elültettek, 80 cm magas, és minden 5 hónapban 12 cm-t nő. Ábrázoljuk a feladatunkat. 2015. szeptember 1-én elültettek egy 80 cm magas fenyőt. Kérdés az, hogy 2020. szeptember 1-én ez a fenyő hány centiméter magas? Az eltelt idő 2015 és 2020 között pontosan 5 év. Amit tudunk, hogy a fenyő 5 hónaponként 12 cm-t nő. Mivel a növekedés hónaphoz kötött, így akkor az 5 évet alakítsuk át hónapokra. Tudjuk, hogy egy évben 12 hónap van, az 5 évben 5x 12, vagyis 60 hónap. A feladatot a folytatásban akár egy aránypár segítségével is megoldhatjuk. Tudjuk a növekedést. 5 hónap alatt 12 cm-t nő, akkor 60 hónap alatt x cm-t nő a fenyő. Az aránypár megoldásával valójában a fenyőnek a növekedését számoljuk ki, és ezek után nem lesz majd nehéz kiszámolni a 2020. szeptember 1-i magasságot. A feladatunk egy egyenes arányosság, hiszen több hónapon át több centimétert nő ez a fenyő, így akkor könnyen felírhatjuk az aránypárt, 5 aránylik a 60-hoz, mint 12 aránylik az x-hez. Alkalmazzuk a fontos szabályunkat, melynek a segítségével megoldhatjuk az aránypárunkat. Külső tagok szorzata egyenlő a belső tagok szorzatával. Mivel az ismeretlen külső tag, így először ezzel a szorzattal kezdem. 5 szorozva x-el egyenlő lesz, és most írjuk a belső tagok szorzatát, 60 szorozva 12-vel. Az ismeretlen x-et úgy számoljuk ki, hogy ezt a szorzatot, 60x 12, elosztjuk 5-tel. Úgy is mondhatnánk, hogy az 5-ös ezen az oldalon szorzott, a másik oldalon majd osztani kell ezzel az 5-össel. Vegyük észre, hogy az 5-öt és a 60-at le tudjuk egyszerűsíteni. 60-ban az 5 megvan 12-szer, így akkor a keresett x, 12-ször 12, az 144, a mértékegységet csak lemásolom, tehát 144 cm. Kérdés, mi is ez a 144 cm? Nem, ez nem a fenyőnek a végső magassága. 5 év alatt ennyit nőtt a fenyő. Viszont ennek a segítségével már könnyen kiszámolhatjuk a végső magasságot. A kezdő magasság 80 cm volt, és hogy mennyi lesz a végén, azt úgy számoljuk ki, hogy ehhez a 80 cm-hez hozzáadjuk a 144 cm-t. 144 plusz 80, az 224 cm. Válaszolhatunk tehát akkor a kérdésünkre, a fenyő magassága 224 cm lesz. Ezzel feladatunk végéhez is érkeztünk, köszönöm a figyelmeteket!